Nos Hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Én Matthew Csonell vagyok, és hát kérem szépen, a történelmi pillanathoz érkeztünk, ugyanis elérkeztünk az OMSZI 2 videós sorozatunk harmadik évadának utolsó Ö, epizódjához. Ez már a 60. epizód. És hát kérem szépen, történelmi pillanat, ö, pillanathoz érkeztünk, ugyanis ö, most nem készültem új járművel, viszont ellené, ellenben most ö, egy kis ö, meglepetést ö, indítványozok nektek, ugyanis ö, ma egy olyan videó olyan videó fog ö, készülni, ami, hát elmondom én nektek, elmondom én nektek az őszintét, az őszintét nagyon-nagyon jó lesz. Ugyanis képzeljétek el, történelmi, történelmi évet, évet, ö, évet, évhez érkeztünk. Ugyanis képzeljétek el, most, mivel április 26-a, 26-a van... É, és ugye április 27-én kerül föl ez a videó. É, hát elmondom nektek, hogy bizony az OMSZI 2 videós sorozatom születésnapja van, van kérem szépen, úgyhogy, úgyhogy innen is a videós sorozatomnak boldog születésnapot kívánok. Kívánok innen, innen is, úgyhogy bezony. hogy bizony, bizony, úgyhogy. Bocsán, bocsánat, hogy így egy kicsit ö, állítgatok a szögön, de muszáj valahogy megmaradnia. Na szóval, ö, hát ez, ezzel most így egy kis ö, születésnapi, ö, ö, tehát egy ilyen kis ün, ünnepi dologgal készültem, amiben most, ugye, vegyesen fogunk vezetni, vezetni járműveket, ö, járműveket, ugyanis ma azokból a járművekből ö, fogok választani, amike, ö, azokkal a járművekkel fogunk menni, ami, amivel a harmadik, évad, harmadik évadban találkoz, találkoztatok, találkozhattatok. Nos, hát kérem szépen, akkor már nyitom is az első az első ilyen járművet, és én azt mondom, hogy így, így, így sokkal jobb. Így sokkal jobb. És akkor nézzük akkor, hogy ö, mi az, amit most így meg fogunk ö, nézni. Ugye, ugye legelső körben, amivel Hát, nézzük csak, hogy melyik az, ami, melyik az, amivel fogunk foglalkozni. Ugye most sajnos villamossal nem tudunk, mert nem tudunk, mert az ugye nagyon sok idő. Vagy hát, hát ugye ahhoz ugye át kell menni a Kábergban pályára. Viszont Viszont ugye most járművet fogunk nézni. És mondjuk talán nekem az első járművem, ami szerintem nagyon-nagyon tetszene. A szerintem kezdünk, a szerintem ez. Ez mert elmondom nektek, hogy miért. Ugye ezt én, ezt én elmondom nektek, elmondom nektek, ezt a járművet. Ezt a Mercedes 530 citaró elt, tehát ezt a Mercedes Citaró elt. Elt 2007-es gyártásával 15 méter hosszú, hosszú ö, hosszú járművel ö, fogjuk ezt elkezdeni elkezdeni most így ezt, a, ezt az ünnepi hangulatú e, sorozatot, vagy hát e, sorozat évadzáróját. És e, ugye én nem egy kelet, e, tehát egy közép -nyugat, e, nyugati közlekedési központ, közép nyugati közlekedési központ e, központ, központi busszal, és nem egy posztbasszal, hanem ezzel fogunk ö, menni. Ugye ezt még, ö, ezt a járművet, ö, hogyha jól emlékszem, 2023. decemberében ö, mutattam be. Mutattam be, tehát eszméletlen jó. Tehát eszméletlen jó, ö, jó néz ki. Nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon <coughs> tetszik, nagyon-nagyon szépen néz ki. Ugye ezt még, ezt még ugye, ö, f, ö, ugye, ugye, friss küldte ne, nekem, innen is nagyon szépen köszönöm neki, neki még egyszer. És hát kérem szépen, ugye így, így néz ki. Jézus! Én nem tudom miért, nem tudom miért, nem tudom miért így rakja le, rakja le a buszt, de mindegy, mindegy. Tehát ö, igen, igen. Emlékeztek még, arra, emlékeztek még arra a videóra, amikor, ö, amikor ugyanígy, ö, ugyanígy lehoz, lehoztam a buszt. Tehát hogy lehoztam a buszt, és konkrétan így járt így a jármű. Tehát így járt a jármű, hogy az orra az orra majdnem belesüppett a, a pályába, tehát elképesztő. Na ezt mindjárt kiemeljük innen. <laughs> hát ez fantasztikus. Én nem tudom, miért, rakja le ezt. Miért rakja le így, mert nem, nem, tudom, nem szokta, így, nem szokta ezt csinálni. Ugye LHF798 ez a rendszám. Úgyhogy Ja, ja. Úgyhogy... Úgyhogy ez ja, ezt ugye December, ö... ezt ugye December ö... környékén környékén, ö, pontosan nem tudom, de nem tudom, de azt tudom, hogy tudom, hogy decemberben ö, decemberben lett ö, decemberben lett bemutatva ez a jármű ez a jármű, úgyhogy ö, szerintem egy tökéletes tökéletes jármű úgyhogy jajam szépen bekapcsoljuk oké okay. Egy kicsit lejjebb, lejjebb viszem ezt a kameraszöget, mert, mert hogy azért a harmadik ajtóhoz csak hozzáférjek már. Hozzáférjek már. Na és akkor bezony. Ez volt az a jármű, amit ugye decemberben mutattam be. Úgyhogy, ja. Na nézzük, hogy, nézzük, hogy ez hogy duruzsol. Ó, de jó. Ugyanez a hang megmaradt. Gyerekek. Oké. Gondolom így nem, tudok rányomni a, nem tudom rányomni a gázt. Igen. Nézzük már, áll-e áll valaki a megállóba. Nem is áll. Oké. Kicsit előrébb állítjuk az időt. Jó. Jó, gyerekek. Az, az. Nézzük csak. Aha. Jó. Na és akkor most akkor becsukjuk az ajtót. Oké. Jó, és akkor most... Funk fogunk indulni. Ja, a kézi. Na nézzük. Oké. Okay. Fölkapcsoljuk a lámpákat, és akkor indul a mandula. Úristen, de jó. Ú, de jó. És ez és ez, szerintem ez nagyon-nagyon jó. Nos, ö, <kül> ugye most vezetgetünk, egy, vezetgetünk elbeszélgetünk, hogy ugye mi történt, mi történt, ugye a harmadik, évad, harmadik évadban. Hát ugye, hát ugye a harmadik évadot azt már, ö, hát nem is tudom, mióta nyomatom, 2021-22 óta, óta, tehát... Ö, Tehát azért úgy ö, látszódik. Hoppá, hoppá. Jó, hát ö, a hát egy picit. Na most adunk rá egy kis kakaót. És közben azt ugye elmondom, hogy elmondom, hogy mi történt ugye a harmadik évadban. Hát ugye a harmadik, évad, harmadik évadot ugye, mint mondtam, 2022 környékén, vagy 2023-ban kezdtem, és, és hát az alatt ugye nagyon sok jármű, járművet teszteltünk. Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy szerintem az OMSI 2-vel meg vagyok elégedve, meg vagyok elégedve, tehát ahhoz képest nagyon-nagyon szépen megy. Igen, igen, ezzel a busszal az a baj, hogy nem igazán jó a fékje, a fék reflexe. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon neces a járgány. Úgyhogy bezony. Na és akkor kezdve mehetünk is. Most, most kivételesen nem látjátok, de azért ülök így fél lábba, mert, mert hogy ö, így azért kényelmesebb. Kényelmesebb, szerencsére ezt így nem látjátok. Na úgyhogy... Ö, Úgyhogy ja, tehát visszatérve ugye a harmadik évadot, ö, harmadik évadot ugye ugyanígy, zár, ugyanígy fogjuk zárni, mint a, ö, mint a második évadot, csak a második évadot azt ö, ugye ö, ugyanígy, ugyanígy zártuk le, tehát, ö, de akkor lehet, hogy azt egy, jármű, azt egy járművel, járművel zártuk, Ugye az első évadot azt ö, ugye gondolom már ismerős, ugye úgy zártuk, hogy ugye Ö, egy festé, ugye bemutattam nektek ugye a festéseket, tehát azt gondolom, hogy az egyik legtökéletesebb festéssel lett ugye zárva, zárva is, hát ö, ugye, ez, ö, ugye ez onnan is jött, hogy ugye jött, hogy ugye ezt ö, tehát tulajdonképpen majd az Ö, majd lehet, hogy a negyedik évadban ö, évadban lehetséges, hogy egy festéssel fogok ö, jönni. Tehát egy ilyen kis alakítás alakítás lesz. Amikor is ö, fejben, fejben, tehát, vagyis agyban, ö, megmutatom nektek, hogy hogyan lehet, ö, hogyan lehet, vagy hogyan tudjátok, hogyan tudjátok lefest, tudtok lefesteni egy. Vagy hát, kedvem szerint egy tisza festést, festést kreálni. Kreálni, tehát azt gondolom, hogy talán talán minden idők legsok festését fogjátok, fogjátok majd látni. Ugye a negyedik évad negyedik évad, évadban lesz az, amikor ugye egy festést fogok bemutatni illetve majd lesz egy olyan, amikor ö, olyan, amikor ö, amikor ugye majd amikor ugye le tehát hogy lefogunk vesteni egy ö, buszt, vagy akár egy villa tehát ö, majd megnézzük, hogy megnézzük, hogy melyik lesz az tehát melyik lesz az, amit ugye lefunk szépen festeni. Úgyhogy azt gondolom, azt gondolom hogy nagyon-nagyon tetszeni fog nektek. Ö, aztán, meg, hogy, aztán meg, hogy hogy lesz a fish járművei, ugye, na még az is, az is kérdéses, mert ugye, mert, Opa, bocsi, el, elcsaptunk egy gyalogost. Igen, mert igen, ezt most konkrétan nem láttam. Na de visszatérve, visszatérve, ugye. Ugye, ó, itt vannak nekem mutasok, Ugye, visszatérve, hogy a. Visszatérve, ugye majd lesz kifejezett fe, sajátos festés. Úgyhogy jajam. Közben beállítottam a járatot. goodnams Szze Oké, okay. jó, és akkor mehetünk is. Úgyhogy megpróbálok saját saját kezüleg egy, ö, egy járművet lefesteni, és nagyon sokan ö, mondtátok, hogy ugye mutassam, vagy hát ö, ugye láttátok ö, ö, például az egyik Volvo járművet. Húha,

Na várjál, ezt az űrgét, ezt leszállítom, men. Szállítok le itt. Na és akkor indulás neki. És úgyhogy ja. Tehát ez ez fog. Aha, ez most elrontotta, mert én az Einstepplatz, Einstepplatznál vagyok. Oké. Okay. Oké, okay. jó, mehetünk is. És aztán utána, hogyha ezzel a busszal meg vagyunk, akkor jön a következő jármű. Nors a következő. Igen, ezt azért 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 be, mert ezt is kinyitom. Tehát azért, hogy a, azért kattok be, mert rossz a fék, tehát hogy nehezen lehet fékezni ezzel. Ezzel, és így azért. Jó. Ö, nem tudom, hogy ez a jár, ez a, ehhez jár-e Omsi 2 editor, mert mert én azt szeretném csinálni, hogy tudjátok, tudjátok van itt ez a mega, van itt ez, ez a része, tehát ez a része, tudjátok, tehát ez a része, most megállok egy picit, hogy van itt ez a rész, és gondolom emlékeztek még azokra a videókra, amikor, amikor itt volt a megálló, és ide raktam, ide raktam be ezeket. Na most én azt szeretném, hogy én most arra gondoltam, hogy lehet, hogy onnan a dombról majd lehozzuk a megállót, és áttesszük, nem is tudom, oda, oda, és akkor, és akkor, in, és akkor, onnan a ráfordulónál, tehát ott állna meg a busz, és a ráfordulónál pedig, pedig, ott, pedig, itt lenne a induló, tehát az induló megálló, és akkor nem kell, nem kell akkor a dombról lefele jönni. És akkor így akkor, ez megoldható lenne, hogy akkor, hogy akkor ne, ott állj, ne, ne, ott a domb tetején álljanak meg, hanem itt álljanak meg. Úgyhogy, úgyhogy majd egy fish, úgyhogy majd fisnek egy jó tanácsot, hogy, vagy hát egy kérést kérnék tőle, hogy, hogyha neki van OMSZI 2 editorja, akkor, akkor küldje már el nekem, légy, szíves, légy szíves, mert akkor, mert akkor én arra, tehát arra, tehát akkor én úgy belép, belépnék, és akkor, mert hogy akkor én azon keresztül be tudnék menni a Grundorfi mapba, és ott át, tudok, át tudom variálni, variálni a dolgokat. Úgyhogy, úgyhogy, én ezt, ezt kérném tőle, hogy akkor egy, egy Omszi 2 editort Editort majd szeretnék kérni tőle, tőle, hogyha ez lehetséges lenne. Lehetséges lenne, mert akkor, mert akkor én, én akkor ezt meg tudnám, meg tudnám. Mert akkor tudnék egy kicsit kreatív lenni kreatív lenni, és akkor, és akkor most egy teljesen más Grundorfot fogtok látni. Látni, és legyen. Legyen egy teljesen szebb környezet. környezet. környezet, ugye a busznak az legyen a feladata, hogy hogy az utasok, hogy a maga a busz, illetve maguk a, az utasok ott, ö, ott jelenjenek meg. Úgyhogy bezany, bezany. Úgyhogy, ja. No. Hát kérem szépen, megérkeztünk. Megérkeztünk, itt vagyunk. No, hát kérem szépen, ez volt ugye a, ez volt ugye ez a Mercedes Citaró, és hát Imhollám jön a következő, ami, ami igazából szerintem nagyon-nagyon tetszene, nagyon-nagyon tetszik, és ö, én úgy gondoltam, hogy mivel Fisnek ugye két járműve van, ezért most két járműve van, ezért a Másik járművét azt majd ö, nem tudom, hogy hogy lesz, de az, az is majd bele fog kerülni. A következő, ö, most megnézzünk egy kuplungváltósat. Egy kuplungváltó, kuplungváltós lesz a következő, és én azt mondom, hogy nézzük. Nézzünk meg egy. Egy kuplung váltóst, azt mondjátok, kuplung váltós. Akkor nézzünk meg, Nézz, nézzünk egy ilyet. Vagy hát nézzünk egy, egy ilyen járművet, aminek biztos, hogy van automatája. Automatik! Automatik, akkor legyen egy automatik. <köhem> automatik. Ez pedig kérem szépen nem más, mint a Renault T1000D. Na most ezzel a járművel Konkrétan. Ö, ö, konkrétan ugye mikor, ö, hogy találkoztam ezzel a járművel. Hát ö, egész egyszerűen én. Ö, ezt ide kirakom. Kirakom és teljesen üresen fogunk. Ö, üresen fogunk egy kicsit járkálni járkálni. Na most ezt elmondom nektek, ez egy kis mikróbusz. Ez egy török. Ez bizony. Mint látni lehet, török. Török, rendszer, török rendszámú török rendszámú, ugye a Renault T1000D. Ez egy teljesen 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 érdekesnek nevezhető jármű, ugyanis ezt elmondom nektek, ez egy kis, kis busz. Ez egy kis busz, ugye a Renault T1000D. Ez egy mint látható ténylegesen török rendszám, és ez a járgány, hát mondjuk ez a járgány ez szerintem egy, egy igen érdekesen lett összerakva. Összerakva. Na most ebből ugye ebből ugye pontosan ugye mi a hiba, mi a hiba ebbe, mi, a, mi a hiba ebbe a járműbe, hát igen, nem lehet kinyitni, kinyitni az ajtót, ezt, ezt, az ajtót bezony. Tehát nem lehet kinyitni ezt az ajtót, ezt az ajtót, és ami érdekes, hogy ugye ez, ez egy, egy több személyes kis busz. Tehát ez egy 3, 6, 9, 12 személyes, 12 személyes járgány, azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ez, volt, ez volt az, amit ugye, aminek például az indexképét próbáltam valahogy megkeresni. Tehát az indexképét próbáltam valahogy megkeresni. Ja, hogy nem, nem, még nem is láttátok így, de így most már jó. Szóval ezt a járművet, ugye, ezt a járművet elmondom én nektek, az új pályán, egy versenypályán, tehát teljesen vadonatúj pályán, méghozzá egy single racerben ö, lehetett megtalálni ezt a járművet, és ö, hát azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép nagyon-nagyon szép jármű. Egy kicsit ide följebb húzlak titeket, titeket, hogy azért látszódjon. Úgyhogy, ja. Na, és hát így néz ki ez a csodálatos jármű, és ezt ugye, a, mint mondtam, ugye a, a single versenypályán ö, csináltam, csináltam meg vele ezt a ennek a vezetését, ennek a vezetését, hát most megnézzük, hogy ez mit tud ö, teljesen utcai formában, tehát teljesen utcai formában, formában. Na, hát ennek a járműnek, hát igen, ez kicsit ö, undorító, undorító ez a belső. Tehát ennek két kameraszöge van. A műszerfal, vagy magyarul a sofőrállás az ilyen. Ja, ja, vagyok. Hát, Na, a, a igen. konkrétan. Igen. Látszik, hogy ez a műszerfal, ez így néz ki. Na most, ami látszik ebből, hogy ugye itt konkrétan nincsen váltó. Tehát nincsen benne váltó, mé, ö, mérő, és, ö, de sebességmérő van bennem. Tehát sebességmérő van benne. Ö, hát igen, ez, utolj, ez ugye látszik, hogy ö, ez ugye, kéziváltós a jármű, de, automata, de most ugye automatába hoztam le, mert nem, nem akarok nagyon váltani, váltani a sebességet hanem automatán, automatán, fog váltani. Na akkor nézzük akkor ennek a szaksiját. Hát gondolom, ugyan, aha, gondolom ugyan ez gondolom a man a mannál is. Ez, ez az aksi. Na indítsuk. Aha, de szép. Hú de szép hangja van. Hát nagyon szép hangja van. Na nézzük. d rakjuk. Kézit kiengedjük. És így szépen megyünk is. Mm, nagyon jó. Ugye most, hát, mint ahogy láthatjátok, ez a kameraszög, ez a kameraszög, tehát a ragy, ragyi egy kameraszöge, kameraszöge, szöge van, tehát nem, ért, nem is értem, hogy miért kellett így, így ilyen magasra tenni, tenni a kameraszöget, hát ez a baj, ez a baj ezzel a járművel, és hát mikor én ezt, mikor én, tehát gyerekek, mikor elvezettem ezt a járművet, én onnantól kezdve. Én, én onnantól kezdve én nagyon sokat oltottam ezt a járművet. Tehát nagyon sokat oltottam ezt a járművet, és ennek bizony bizony mi a hibája, hogy nem működik az indexe bizony. Tehát nem működik az indexe, ebből, ebből mi a tanulság, hogy sose ki egy olyan, sos, sose próbáld ki az indexet, az indexet még akkor is, hogy ha ezzel, ha, egy ilyen járművet hozol le. És ezzel természetesen fölmegyek a patkára. Jézus! Jó, ja, hát ezzel főszaladok a patkára. Na várja, várjatok. várjatok. mindjárt így. Így, és akkor mindjárt hátrébb húzom egy picit. Így. És akkor így, akkor egyszerre figyelni is tudom, hogy hogy vezetek, illetve mutatni nektek a dolgot. Egy picit állítok a kameraszögön, mert. Igen... Aha! Így nagyon el Aha! És még Ferdén is állok! Nagyon jó! Na ez, na ez igen érdekes lesz! Úgy most elmondom nektek, hogy kb. úgy vezetek, mint a GTA 5-be. Vagy lehet akár a GTA 3, GTA 3 is. Tehát azért. Úgyhogy... Ö, bazony. A vezetés... a vezetés az nem rossz. Nem rossz, de... Ahhoz képest a fék az ott van. Várjátok, várjál csak. Várjunk csak, srácok. Tudjátok, mire hasonlít? mint a, ö, mint a Mercedes-Benz warrior nem? Ez, ez ahhoz hasonlít, nem? De én ilyet, de, de, ez ismerős. Aha, mert volt egy, azért is, mert volt egy, volt egy olyan videó, amiben, amiben, egy, amiben egy Mercedes warrior Variort vezettem el, és ö, annak is szerintem ugyanígy ki volt dolgozva, hogy volt benne manuális, volt benne automata. Ez körülbelül arra hasonlít. Arra hasonlít. Na figyeljétek a padlózását. Azt a betyári. Jézus! Aha! Még jó, hogy, még jó, hogy azt a életben, elkezdtem rángatni a kormányt. Azt a rohadt életben elkezdtem rángatni úgy a kormányt, mint annak a rendje. erőből fékezek. Figyeljétek, de még a busz is nyomja a, padló, nyomja a padlót, oda néz. Oda nézne. ez nevezem. Figyelj, még én is. Álljátok, ide befordulok. És ilyenkor figyeljétek a tolatását is, hogy milyen, mert azért ez... Figyú! azt nézzétek, milyen fordulása van. Figyeljétek, lassan elkezdek kanyarodni. Igaz, hogy fölmegyek a patkára, patkára, mert nem tudok mit csinálni, de azt nézzétek. Na, na halljátok, ezt busszal nem lehet megcsinálni. Ez busszal nem lehet megcsinálni, de autóval igen. Autóval igen, gyerekek. Na ez, ez egy, ez egy, ez egy igen korrekt. Ez egy kiváló. És az ilyen műszerfal is ott van. Tehát az a műszerfal is ott van, mert azért... Ö, nagyon retrós. Tehát nagyon retrós. Körülbelül mintha egy tranzitba érezném magamat. Magamat. Tehát eszméletlen. Itt akkor kifordulok, megyek tovább. Aha. Itt amikor ráhúzom a padlót, akkor így elkezd egy picit így kiakadni a, a váltó. De én azt mondom, erre, erre, erre összesítve nem rossz. Tehát ö, amit így mondtam... Ö, mondtam ebbe a videó, abba a videóba, amikor, e, amikor e, ezt a járgányt teszteltem le, hogy nem rossz, tehát azt mondtam, hogy nem rossz, nem rossz, mert nagyon-nagyon szép, tehát e, kinézetre szép, viszont kamera szögben fejleszteni kell ezt a járművet. <t> tehát fejlesz... fejleszteni kell, hogy a ezt a kameraszöget kicsit lejjebb engedni, erre a kamerasz, ezt a kameraszöget pedig, pedig egy kicsit kibővíteni, de úgy, hogy tehát úgy kibővíteni, hogy ezeket a kameraszögeket, amik itt vannak, ezeket lecser, tehát hogy hogy is mondjam, tehát át, átigazítani egy picit, ezt, ezt kiigazítani, ezeket a kameraszögeket, mert azért ez azért most nézd meg, tehát egy ilyen kameraszöggel mit kezdesz? Konkrétan semmit. Semmit, mert azért látszik, hogy látszik, hogy azért ö, azért ott van, tehát nagyon tehát, ö, kinézed be, tehát kinézed be, és a vezetése amúgy nem rossz, tehát vezetésben elmegy, vezetésben elmegy, és és azért és ezért... Jó, még le tudunk jönni. Oké. Okay. Na és hát én azt gondolom, hogy ez, ez szerintem megéri. Hát megéri bent tartani, mert külsőre, külsőleg nagyon szép, viszont egy pici apró változtatást tennék, tennék így bele ebbe a járműbe, hogy, hogy igazítani kell a kameraszöget, kameraszöget benne, akkor tehát ugye azért a kameraszögeket illene, illene átállítani. Úgyhogy ja. Na, hát ennyi volt ez a Renault T1000D. És hát most jön a következő, ami, hát most így random, random vezetgetünk. Vezetgetünk meg kicsit azért, így beszélgetünk is egy picit. Remélem jó vagy jó vagytok, jó vagytok minden, mindenki már így fölkészült a hétvégére. Hétvégére. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon is örülök, örülök neki. ő És hát a következő, ami... Ö ami, ami most fog érkezni, mert ö, most ugye nagyon nagyon szeretitek, az viszont Fishnek rögtön egyből két járművét ö, fogom kihozni, kihozni. Az egyik az egyik ugye egy régebbi, a másik meg egy újabb, egy teljesen felújított ö, felújított fajta. És euh, ugye most ezt mind a kettőt kifogom rakni, mind a kettőt kifogom rakni, <kül> mert szerintem ezt nagyon-nagyon szeretni fogjátok, nagyon-nagyon is élvezni, élvezni, mert hát ugye azért egy ilyet nem lehet megunni. Nem lehet megunni. Úgyhogy, úgyhogy akkor már mutatom is, hogy az első az ez lenne. Az ez lenne. Elmondom nektek, ez tulajdonképpen egy, egy ziu. Egy ziu 9. Ziu 9-es, viszont itt 682-t ír, de én, de én elmondom nektek, hogy ez ziu 9. Hogy miért ziu 9? Azért, mert ugye az orosz Ö, ugye az oroszoktól ö, lett vásárolva ez a ez a jármű. É, jármű még ugye 2000 2001-2003 környéke közötti, közötti év, és ö, hát igen. És itt különösen fis ugye nagyon-nagyon leírta, tehát nagyon szépen leírta ezt, hogy leírta ezt, hogy ugye, hogy ugye, ez egy És például itt ugye írt is olyat, írt is olyat például, hogy ugye ezt még rögtön karácsony előtt csináltam, csináltam tavaly ö, karácsony előtt amikor ö, amikor ugye megkaptam ö, mert hogy megcsinálta ezt a ezt a festést ö, mert hogy ugye úgy van hogy neki volt egy volt ugye ziúja tehát ez a 682, 682, és ebből megcsinált egy teljesen tökrandom festést festést erre, és én úgy voltam vele, én úgy voltam vele, hogy ö, ezt ezt feltétlenül ö, ezt feltétlenül meg kell csinálni, mert ö, meg kell csinálni, mert baromi jó, baromi jó lett és ö, baromi jó lett és ebből muszáj volt, ö, ö, tehát ezt baromi jól megcsinálta és ugye azt is írta még ide, hogy, 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 ugye az egyik menője ugye az, hogy ugye csavarni lehet a kormányt, kormány, hogyha csavarom a kormányt, kormányt, akkor elkezd a áramszedő mozogni. Mozogni, ez az egyik. És a másik menő, menő, dolog pedig az, hogy, hogy nagyon szépen eldugott valamit, valamit a vezetőfülke jobb oldalába. Na most ezt én kirakom, kirakom nektek, és hát ezt külön-külön fogom most kirakni. Tehát ezt külön fogom, külön fogom. Először kezdünk egy 2004-essel. Tehát egy 2004-es modellt, modell lesz az, ami ugye, amit ugye amit ugye eddig ugye Hát nem láthattatok, de, ö, vagy hát, ugye láthattatok, már a, vagy hát ö, ugye láthattatok már a YouTube csatornámon, viszont én ezt, én ezzel fogok indítani, ugye ez a Ziu 9-es, amiből ugye a, amiből most a 2000, ö, ugye, ugye van egy 2004-es, meg egy rá 14 évvel idősebb, ö, vagy hát egy 14 évvel idősebb idősebb ö, változata, vagy hát egy fiatalabb változata, <laughs> vagy hát ez fiatalabb, a másik meg egy kicsit idősebb, idősebb korosztály, és most ugye a fiatalabbal kezdjük, ez a 2004-es. Na most, ami észrevehető a járműben, hogy mikor én megláttam ezt a járművet, srácok, konkrétan lehidaltam lehidaltam, nagyon örültem neki, nagyon, szé, nagyon szépen meg lett csinálva, és különösen, különösen hatalmas dicséret hogy, dicséret, hogy ugyanazt a festést használta föl, képzeljétek el, mint a Skoda 14-esnél. Tehát, hogyha nézitek, a, nézitek ezt a változatot, a Skoda 14-eshez, amivel ugye kezdtem a kezdtem ugye a Mr. Fish járművei sorozatot, sorozatot. Na abban, abban ugye megláthatjátok, láthatjátok ezt a, jár, ezt a festést, és konkrétan ez a sárga szín, ez ugyanaz. Ez ugyanaz a, ugyanaz a sárga színű áramszedő, ami ugye a, amit a Skoda 14-esnél is lehetett, lehetett tapasztalni és nagyon-nagyon szép. Tehát nagyon-nagyon szép, úgyhogy ja. Lehetséges, hogy. Ja, ö, aha, itt várjatok, mert ö, ö, mindjárt keresem a lámpát. Hát csak, csak. Hát aha, értelek. Itt van. Aha, jó, megvan. És akkor ugye különösebben az, az, volt itt az érdekes, hogy ugye a belső, a belső az oké. Okay. A belső az oké, okay. viszont a kameraszög. A kameraszög az sokkal jobb, mint a, sokkal jobb, mint az előző. És ami különösen érdekes, hogy ugye ebbe több új kameraszög van benne. És akkor megláttam ezeket a kameraszögeket, elkép, el, Elájultam. Elájultam. Jó, a sofőrállás az ugyanaz, tehát ö, azért látszik, hogy ez ugyanaz, ugyanaz, mint a sima Ziu 9 ami ugye egy oroszabb, oroszosabb változat volt. Volt, de több festésben. Viszont így a kinézet, hogy így rá van rakva az SKT, hát igen, igen, mondjuk ö, itt, ami különösen észrevehető hiba, az az, az ez, az ez ugye a logó, ugye a logó, mert hogy ugye a Szegedi Közlekedési Társaságnál ugye ez a, a logó, ez nem látszik meg a másik oldalt, mert nem tudom, hogy itt mit műveltél, mit műveltél, de konkrétan itt kilóg, kilóg ez a része, és ö, ez, ez, egy kicsit érdekes. Kicsit érdekes. Ö, úgyhogy, ja. No, hát akkor mutatom, hogy ez hogy, hogy néz ki. Ezzel most ö, ugye össze-vissza fogunk járkálni. Ja, bocsi. Na, ennek ilyen a hangja. És hallgass, hallgat, hallgassátok csak. A világ legcsodálatosabb hangja. Hangja, hogyha. Csodálatosabb hangja. Bezöny. Na! Na, megyünk tovább! No! Akkor... Nézzük akkor ennek a csodálatos busznak a hangját! Nos, tehát... Tehát, gyerekek, ez a hang a világ legcsodálatosabb hangja! Tehát, hogyha ezt meghallom, ezt meghallom, onnantól kezdve a gyermekkoromat hozza vissza, mert emlékszem, emlékszem még, emlékszem, tehát ugye ismerős, ugye, gondolom mindenkinek szeged környék, környékem, környékem, például az, hogy a, az, hogy ugye, gondolom ismerős, ugye, ugye szeged környéke, mert hát elmondom nektek, szeged környékén ilyen, ilyen trollibusz közlekedett, közlekedett, és hát ezt ugye, képzeljétek el, kivonták a forgalomból. Bezony. Kivonták a forgalomból egészen pontosan 2012-ben. Tehát 2012-ben vonták ki őket a forgalomból, és hát ezek már sajnos nincsenek. Úgyhogy bezony. Na. Indulás, és akkor és akkor indulhat a, ö... na, csak, na, ez az, most indul. Igen, nem volt, ö... nem volt kiengedve a kézifék. Ez az. Ó, de jó! És gyerek, és figyeljetek! most jön a technikás része, figyeljétek. Most egy pillanatra így megállok, és nézzétek meg az áramszedőt. Na, na erről beszéltem. Na erről beszéltem, gyerekek. Ez az, amit konkrétan nem lehet megcsinálni a, megcsinálni megcsinálni a trollibuszoknál. Mert, tehát hogy így bemozdi, befordítani úgy, a, úgy a, az áramszedőt, hogy, hogy ilyen tökéletesen, tehát ilyen tökéletesen befordítani, befordítani fantasztikus. Ja, és majd a majd a gázt azt nézzét, majd a hangját hallgassátok, mert, hallgassátok, mert egyszerűen senki nem, tehát emberek, senki nincs, senki nincs olyan, aki így meg tudná, tehát így meg tudná csinálni ennek a hangját. Hag Tehát elképesztő. És olyan jó a hangja, tehát komolyan, mint hogyha egy, mintha nem is tudom, egy zil teherautó lenne. Tehát mintha egy zil, tehergépkocsi, és szó szerint, tehát olyan a hangja, hangja, hát fantasztikus. Tehát annyira fantasztikus. És van, aki így megcsinálni ezt a járművet, járművet, és én, én, én ezt támadtam meg. Ezt támadtam meg ezt a járművet. Úgyhogy, ja. Na most hallgassátok? Egy gyönyörű hangja van. Figyeljtek itt padló padlózásba. Gyönyörű. Gyönyörű a hangja. a hangja. és olyannyira gyönyörű, gyönyörű tehát ö, tehát olyan, mint hogyha, ö, tehát ebből ö, tehát ebből most azért ezt az egyet ö, fogom fogom ö, most így bemutatni, mert ö, nagyon, tehát annyira tökéletes, tehát úgy van csinálva, hogy ö, csinálva, hogy szinte elképesztő, úgyhogy nagyon nagyon tökéletes. Ja, és még valamit, most itt közben így most megállok, megállok, mert most eddig ugye nem tettem föl ezt a ezt a táblát, ami közvetlen itt, itt van. Na most ez a tábla, elmondom nektek, ez kérem szépen, ez az ötös, ez az ötös troli volt. Tehát az ötö, tehát ugye régen 2003 környékén az ötös troli közlekedett, közlekedett ugye a Vértói út és a gyermekkorház között, közötti útszakaszon, útszakaszon és ö, helyette, helyette már ugye a ö, helyette ugye a tehát az ötösön ö, ugye a az ötös helyett ugye a hetes vagy hát nem a hatos, hatos, hatos mert az újszegedi szegedi gyermekkórház ö, gyermekkórház fele megy Ö, és ugye eddig eddig ugye arra fele az ötös ment. Az ötös ment, és nem pedig a. Ö, tehát a, a, akkor ugye az ötös vonalon ment. Ment 2004 környékén. És utána, miután ezt a trollyboost kivonták ugye a forgalomból, forgalomból, hát igen, most már majd a Skoda, skodákat is kifogják vonni, vonni, nem tudom pontosan, hogy mikor, de majd annak is eljön az ideje. Tehát annak is eljön az ideje. Úgyhogy, ja. Na úgyhogy, szerintem ideig most eljutunk. Ö, mindjárt nem sokára megyünk tovább, és ö, vagy hát most nem tudom, végig, végig ö, lehet, hogy megállunk Gauzdorfnál, és utána ott, ott szerintem egy kis összeg, kisebb összegzés, és utána, utána, pedig akkor én azt mondom, hogy, azt mondom, hogy ez, ez lesz azt hiszem az utolsó járművünk mely én most csak ennyi járművel készültem nektek. Úgyhogy én itt szerintem itt rögtön itt meg, meg is állunk. Úgyhogy... Ja. No. Hát ennyi lett volna ez a Ziu 9. Úgyhogy... Ja. Na és hát én innen a Gaussdorfi megállóból fogok kiköszönni tőletek, úgyhogy ö, hát skacok, Én nagyon szépen köszönöm az egész év, az egész évadban ö, az egész évadot, az egész évadot, az egész mindenséget, mindenséget, ami ö, ami itt volt, és hát most már kiraktam a negyedik évad lejátszási listáját. Listáját, hála a jó Istennek, úgyhogy hogy arra a felületre majd érkezni fog a lejátszási lista. ugye az első évad, vagy hát a negyedik évad első része. Úgyhogy, ja. Na hát én ezzel a harmadik évaddal szeretném megköszönni a figyelmet. Figyelmet, és még egyszer, a, még egyszer ugye a szület, ugye Boldog születésnapot OMSZI 2 sorozatom. Ugye április 26-án, most van ugye 7 éves. 7 éves, úgyhogy bezony. Na hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, az egész évados figyelmet. Figyelmet jövő héten, pénteken már a negyedik évaddal fogunk érkezni. Úgyhogy, ja, ja, OMSZI 2 videósorozatom negyedik, évad, negyedik évadja fog érkezni. Amikor is majd ö, lesz lesz, lesz ö, egyéb, ö, egyéb, tudnivaló. Na akkor úgyhogy bezony, bezony. Úgyhogy bezony. Na, akkor köszönöm, hogy velem voltatok. Ha hát tetszett, dobjatok lájkot. Like ha szeretnétek és nem meg iratkozzatok fel leírásban megtaláltok egy csomó linket. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, még egyszer, és innen boldog napot, Pomszi 2 videósorozatom. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, jövő héten jövünk a, jövünk a negyedik évaddal. Úgyhogy ég áldjon, harmadik évad, és hello negyedik évad. Puszi mindenkinek. Én Matthew Csönel voltam, maradok és leszek. Na szevasztok, sziasztok srácok, Csáóka, sziasztok!